Szevasz, üdvözlöm mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon, rettentő meleg van, képzeld el, itt van ez a januári meleg, ez a januári jó idő, ugye nyilván most van nyár, és van vagy 35 fok biztos, rettentően izzadós idő van, ezért nem más fogunk csinálni, mint én, apukám és az öcsém, elmegyünk, kivisszük a csónakot, meg valószínűleg elviszük a jetskit is, és lehűtjük magunkat. Ugyanis ahogy mondtam, rettentő meleg van, a család most itthon maradt, csak mi legyünk így három, ugyanis előbb végeztünk a munkával. Ezért gondoltuk, hogy gyorsan elmegyünk. De még mielőtt elmegyünk, nem más csinálunk, mint el kell mennem a benzinkutra, két okból is. Kell hoznom benzint, mert kifogytunk, meg lehet, hogy elviszem a biciklit, a Lucas bicikliért fel kell pumpálnia a gumit, ugyanis ebben a nagy melegben leeresztett. Múltkor felpumpáltam, mutatom mivel. Ilyen pumpával, ezzel a pumpával, amit így lehet pumpál. Azt a húzogatós pumpa, a kerékpumpa, tudom miről beszélek, itt van valahol, ott, látod, ott a rumli között, és most már nincs meg az eleje, de kinek van ilyen pumpája? Vagy ti mivel pumpáljátok a kereket? Komolyan mondom, ezzel a pumpával rettentő sokáig tart, és nem lehet elpumpálni rendesen, ezért gondoltam, hogy vagy elviszem a benzinkutra, bár nem hiszem, hogy be fog férni a bicikli az autóba, ugyanis mutatom. A Lukasznek most ez a régi biciklije van, várja, és van itt minden, oda kitettem, most ez a régi biciklije van neki. Ugye szoktam adni venni dolgokat, és most jelenleg egy ilyen biciklit kapott. Opa! Ami nem a legjobb állapotban, egy kicsit fel kell újítani, de fel kellene fújni a kerekét. Úgyhogy vagy elviszem magammal és felfújom, hogyha befér, bár nem hiszem, hogy be fog férni a csomagtartóba, ugyanis a múltkor a munkásautóval hoztuk el, ugye ez egy ilyen mikrobusz. Vagy veszek egy ilyen pumpát, ilyen elektromosat, ugyanis le van árazva, képzeld el, bedúl a szivargyújtóba, és fel tudod fújni vele a kerekét. 2 másodperc alatt körülbelül, úgyhogy valószínűleg, vagy ilyet kell majd vennem. Aztán, amit akartam tőletek kérdezni, én régen tudtam egykerekezni, még ilyen trükköket csinálni a BMX-el, ugyanis volt ilyen BMX-em, aztán volt egy ilyen mountain bike-om is. Ki milyen trükköt tud csinálni? Tudtok egykerekezni? Hány métert? Emlékszem, hogy annak idején szoktunk egykerekezni ugye a barátaimmal, és számoltuk, hogy ki hány métert tud menni egy keréken. Én egy párra tudtam menni, hogy egészen pontosan egy arra már nem emlékszek. Trükköket nem nagyon tudtam, tudtam ugratgatni, meg hasonló, de nem így olyan rendes BMX-es trükköket, de gondoltam, hogy nincs itt van a Lukasz, ugyanis nem szeretném, hogy megyek a biciklével, de ha csak a videó most nem fogja látni, gondoltam, hogy megnézem, hogy tudok-e még egykerekezni. Ez a bicikli, kisi bicikli, tehát ez nem az én méretem. Szerintetek menni fog még az egy kerék, vagy nem? Meg hány méteren? Remélem, hogy a kezemet, meg kis ujjamat nem töröm el sehol se, meg a lábamat se, mert az nem lenne jó munkába, de megpróbálkozok vele. Ahogy mondtam, Lukasz nincs itthon, nem fogja látni, ha csak a videón nem. Egykerekezünk. Ide a videó meg alá írjátok meg, hogy ti tudtok egykerekezni, hogyha igen, hány métert tudtok egykerekezni, vagy valami trükköket tudtok csinálni, vagy nem? Ebben rettentő nagy melegben, ami nem tudtam egykerekezni, szerintem pici a bicikli. Rettentő bicikli, nem tudtam megtartani. Na mindegy. Úgyhogy most gyorsan iszok egyet, közben elindult apukám, hogy megvárom, és kipuffadtam, komolyan mondom. Megvárom apukámat, és elmenjünk a munkásautóval tankolni, úgyhogy lehet, hogy el tudom vinni a biciklit felpumpálni. Már fel van festékkel az autó, úgyhogy nem fog beférni. Na mindegy, amúgy a kerek nem volt annyira leereszve, hogy láttátok, vagy nem. Egy egész jó felsikerült pumpálnom. Na mindegy. Mondjátok ide a videó leírjátok meg, hogy ki tud egy kerekezni és hány métert. Egyet, kettőt vagy 15-öt. We'll be right back.
biciklitest, úgyhogy ezt most gyorsan ide beteszem. Ugyanis el kell mennem a másik honnáért, mert kell keverni a csónakba. A jetskivel ugye sima megy bele, nem keverik, ami ott van hátul. Úgyhogy mindjárt hozom, átöltözök, aztán elindulunk. Te rettentő meleg van. Na szervusz, na mi a helyzet? Hat, ja, meleg van. Mész aludni? Gyorsan iszok egyet. Aztán a Davis ugye most megy el aludni. Azt hittem, hogy alszik már, de még nem, úgyhogy azért gyorsan beértem és iszok egyet. Aztán megtöltjük a benzinnel ugye mind a kettőt. Az öcsimet majd valószínűleg fel fogjuk venni, ugyanis azt mondta, hogy nem jut el hozzám, hanem majd való part mellett megáll és onnét felvesszük. Viszünk inni magunkkal, viszünk vizet, viszünk kólát, viszünk teját, viszünk mindent. És mit akartam? Átöltözni, ugyanis így ugye nem tudok menni. Át kell vennem a vizes ruhámat, cipőmet gyorsan le kell szednem. És elfelejtettem. Viszünk sapkát, be kell magamat kenni naptájjal. Aztán azt mondom, hogy minden megvan, legalábbis nagyon remélem, hogy minden megvan, nem felejtettünk el semmit. Elindultunk végre, rettentő meleg van, olyan mondom, nem hiszel el, milyen meleg, ilyen izzadós idő van. Letöltöttük a jetskit benzinnel, nem sokára felveszik az öcsémet, valahol itt lesz majd a parton. Mutatom, látod, itt szembe átmegyünk a híd alatt, és azt mondta, hogy itt jobb oldalt lesz, vagy valamerre. Hogy merre, azt nem tudom. Itt horgásznak ott szembe. Apukám jön mögöttem ott a jetskivel, valahol ott a háttérbe. Azt egy, ha innen kicsit oda tudni neki lépni, aztán meddig gyorsabban. Amúgy oda csüptem a kezemet, valahol látod, ilyen vérbólyag nőtt rá, vagy minek hívják, ilyen és fáj is. Na mindegy, mindjárt odaérünk. Elhagyjuk azt a piros bólyát, aztán megyünk. Ott egy szép vitorlás, látod? Elég nagy. Aztán itt lesz a miénk is, legalábbis a régi, a sárga ott a háttérbe. És apukám itt jön, látod? Szervusz! Öcsémet nem látom sehol se itten, menjünk egy kicsit arrébb, azt mondta nem mindjárt itt van az elején, ahol arrébb van valamerre, hogy merre arrébb nem tudom. Azt sem tudom, hogy miben van. Biztos, hogy nincs rajta sapka, mert nem szeret sapkát húzni, de nézd, ott küldenek a lányok, látod? Na innen, megyünk tovább. Itt egy kikötő, az öcsém megint nincs itt. Valahol biztos ámítva lett, már is hagytuk, úgyhogy nem látjuk, meg ő se lát minket. És az öcsém végre látta a csónakot, de még nem volt ezen a csónakon, amiben most megyünk. Amúgy itt egy vitorlás, ezt egyszer meg akartam venni, aztán valamilyen nem jött össze. Azért, mert nem adták oda annyira mennyit, szerettem volna érte adni, de ez a szép kék itt mindjárt ideérünk, hogy van itt egy ilyen nagyon nagy ilyen odanéz, látod, nagyon régi, olyan, mintha szét akarna esni, olyan mondom. Ez az a kék, nekem tetszik, elég ilyen nagy, szép kabinos, látod? Na mindegy, azóta se adták mondjuk még el. Na, megjöttem, meglátom az öcsémet. Apukám is megvan. Ugye most látunk a túlfelére, ahol talán nincsenek olyan sokan, és tudunk ott egyet. Lehűtteni magunkat, beleugrálni a vízbe, hogy nincsenek olyan túl sokan vannak, de ezen a részen nincsenek annyira, mennyire gondoltam, hogy lesznek. Mindegy, remélem szerencsénk lesz ott, mutatom. Ott a túloldalt is, ott a fás rész mögött, amit nem lehet látni. Várj, neki menjünk apukának véletlen mindjárt. Aztán nézd, ottan szörfölnek olyan sárkánnyal. Ott van egy apukám, nézd, még mindig megvan, jön velünk, ilyen szép színes, ilyen kék, zöld, fehér, sárga, mindenféle fajta színe van. Öcsém most tanul vezetni, tanul átvenni a hullámokat. Jessica ott jól elment, amúgy csak 6 csomóval szabad venni, ahhoz képest elég jól elment. Ja, ott vannak egy páran, itt mondjuk ez ilyen hajókikötős rész. Megjöttünk, jaj te, hullámos a víz. Ja, most itt fogunk egyet úszni, meggondolom egy-egy ember vagy kettő megy a jetskivel, de én le akarom ütteni magam, mert rettentő meleg van, úgyhogy nem tudom kiugrik először. Lehet, hogy én dobom bele az öcsémet, aztán utána ő engem, jaj! Apukánk egy kicsit olyan hullámokat csinál, nézd, mit találtam. Aztán el akarunk esni. Levettem a sapkámat, úgyhogy most megyünk, aztán ütjük a... We'll be right back.
milyen fáradtam. Milyen ház? Na, mondjad, te is mondjad. Ott a puskád. Ez mi fáj fejletettől? Látod, fejjel lefelé jár. Amúgy a Davisnek le lett vágva a haja. Látod, ilyen szép és ilyen sünis. Mi történt? Ja, vizes. Ja, tiszta, meg kell tisztítani. Mennyi húsz fel az oktit meg a cipőt? Aztán képzeld el, szomorú dolog történt, ugyanis nem más történt, mint elhagytam a napszemegemet. Már megint elhagytam a napszemegemet. Szerettem ezt a napszemeget, úgyis ugyanolyan volt, csak újfajta, mint a régi, amit elhagytam, és megint elhagytam. Úgyhogy most valószínűleg kell vennem majd még egyet. Ajj, na gyere, mi? Opa! Ami nem más tudom csinálni, mint húzom a cipőmet. Meg ma nem azt mondtam, hogy a szemüvegemet, azt nem, mert elhagytam. Aztán elmegyünk és valamit azt mondom, hogy eszünk, ugyanis a feleségem azt mondta, hogy nem... mit? Nem főzött ma, ugyanis nem volt sok kedve neki. Azt mondta, hogy most elmegyünk és eszünk valamit valahol. Aztán mit? Na mondjad te is, mondjad! Te is vlogolni fogsz, mi? Egy nap? Bohóckodsz! Aztán mit akartam mondani? Ja, nem tudom, hogy hova megyünk. El kell menni, és lehet, hogy nézek egy napszemüveget, de... Batya. Aha, batya, várjál! És... Hoppá, hazajövünk, aztán lehet, hogy játszunk egyet, vagy biciklizünk tovább, bau! A Davis rettentően szeret biciklizni, ugye? Csak pedál nélkül, ugyanis az ő biciklije nincsen pedál, mert ilyen bicikli, csak hajtani kell a lábával, ilyen egyensúlyozós. Én már elestem. Na, menjünk, nem vagy te éhes, nézd meg, hogy fog állni a sírod. Tá! Opa! Tá! Na, mit húzunk? Nem tudom, mit húzunk, a cipőmet. Csak azt, hogy gyorsan iszok még egyedébb, hogy csak lezvonyoztam magamat. Meg elcsomagoltam a csónakot, a jetskit, ugye ilyenkor mindig ki kell mosti, el kell takarítani, le kell takarni. Ugyanis holnapra általán mondja az eső, a vihar, aminek egy kicsit örülök, ugyanis talán le fog hűlni a levegő, és nem lesz ilyen nagyon meleg. Mit? Ja, tudom, hogy az a te zoknid. Kész meg, ami látod a fölsőmet? Nem lehet, hogy mennyit lehet látni a kamerán, meg nem. Most vettem fel, és ilyen izzadós. Mondtam, nagyon izzadós idő van. Mit? Nem azt a cipőt veszem, hát az a munkás cipőm, azt a cipőt veszem fel, látod? De várjál, elfelejtettünk valamit, a telefonomat elfelejtettem, meg a bukszámat. És hogyha buksza nélkül megyünk, akkor valószínűleg nem fogunk tudni fizetni semmiért. Na várjál, látod? Itt a bukszám. Ez olyan buksza, képzeld el, hogy állítólag van benne valami, és a kreditkártyámat nem tudják ellopni. Mármint a pénzt nem tudják róla lelopni. Mit mondasz? De jó, jövök már, azt mondja, hogy Daddy, gyere, menjünk! Aj, te! Hova rohanunk? Hova megyünk? Itt a cipőm. Itt! Ja, a másikat kinhagytam, ugyanis szárad, mert véletlenül beleléptem a vízbe. Ja, ez a rendes, ez meg a munkás. Látod, ide? Oda szórjuk. Na, menjünk, holnap szövegem. Sehol. Nyissuk az ajtót. Menjél. Ott van. Ja, be kéne vinni, megszárad. Ja, ez a hajós cipő meg a munkás. Csak belementem véletlen a vízbe, nem véletlen. Aztán elázott. Ott a bicikli. Nem most, gyere, menjünk. Nem hozzuk te. Nem most, na gyere. A GoPro-nak a memória kártyája, és elfelejtettem leforrázni a kártyát, mert elkezdtem filmezni, mert süllyedtem, valószínűleg azért, és puf, amit elég sokat filmeztem, nem? Így délután. Na mindegy, azért kezdtünk, a Davis már ott kisgatyában van, és még mindig meleg van, de elkezdett csöpögni az eső, ahogy én néztem, ja, csöpörök, még mindig meleg van, egész éjszakára meleget mondott, amit látod, egy csipet csöpög az eső, egész éjszakára meleget mondott,
11 órára éjszaka, még mindig 27 fokot mondott, és ilyen izzadós időt. De ez a pár hét január ugye így fog átelleni. Január végéig reméljük, aztán utána reméljük, hogy visszajön a jobb idő. Meglátjuk. Szerintem, hogy egész márciusi kitar. Ford olyan, hogy a Lucas-nek születésnapja márciusban, és még március elején is ilyen izzadós idő volt. Na minden? Te mit csinálsz? Rangálsz? Ja, ott a puskád. Amúgy, amit akartam mondani, néha, ugye nem néha, hanem mindig rettentő sok e-mailt kapok, üzenetet, emberek hívnak ugye a Facebookon, meg a Messengeren, és próbálok néha válaszolni, próbálok néha nagy ritkán visszajövök egy vagy két embert. És valakit múltkor visszahívtam. Beszéltünk egy pár percet így a Facebookon. Van egy YouTube csatornája, ezért gondoltam, hogy megemlítem, van egy YouTube csatornája, és ha gondoljátok, nézzétek meg. Itt ott tölt fel videót, régebben azt, ahogy néztem, rendszeresebben töltött fel videót, most már egy ideje nem volt neki, de azt mondta, hogy fog készíteni újabb videókat, hogyha gondoljátok, nézzétek meg a csatornáját. Ő nem más, mint várja, elmutatom neked, hogyha fókuszál a kamera. Köműves Patrik, látod, hogy én is fel vagyok rá iratkozva. Látod, ezekre az emberekre vagyok jelenleg feliratkozva, a Redcraftra, a Könyves Patrikra, a Drónos Filire, a Fluffy Muffira, a Lucas Magyar Molnára, a Tasnádi Sándorra. És ha gondoljátok, nézzétek meg a csatornáját, csak gondoltam, hogy megemlítem. Amúgy majd lehet, hogy lehet csinálni egy ilyen valamilyen videót, hogy a Facebookon egy pár ember kiválasztok, és csak úgy visszajövöm őket, csak ilyen véletlenszerűen. Úgyhogy nem tudom, mikor lehet, hogy jövő héten vagy jövő hét után. Ha gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, mit gondoltok róla. Jó ötlet lenne, vagy nem? Csak úgy, ha gondoljátok az egyik videóban, mit? Ja, lelőtt a Davis. Vagy csinálunk egy olyan videót, hogy aki akarja, hogy felhívjam, majd az a videó alá írhat egy kommentet, vagy a Facebookon, vagy valamit. Majd nem, majd valamit kitalálok. És egy-két embert felhívok, így véletlenszerűen. Aztán majd válaszok pár kérdésre is, ugyanis sokan kérdeztek dolgokat, kaptam sok e-mailt, amire nem válaszoltam még mindig. Tudom, de az héten elég elfoglalt voltam, és nem tudtam válaszolni. Mit mondasz? Ja, de ezt most nem bántjuk, rendben van? Úgyhogy ezt a mai videót én most befejezem, és megszerkeztem a videót holnapra, amit ti most már láttatok, hogyha végignéztétek. És ez volt ez a videó, amit filmeztem tegnap, minden, lehet ez zavaros. Úgyhogy már ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!